Motoros felmodulással kezdődtek a programok az idei bogáti forgatagon. A vasparipák szétszéledése után a legkisebbek, a nyírbogáti óvodások, majd a kisiskolások szórakoztatták színpadi produkcióikkal a gyülekező közönséget. Igazi tömeg délután a mulatós műsorok kezdetére alakult ki a nézőtéren. Azt gondolom, hogy a tegnapi és a mai nap is a pihenési és a szórakozási, mind Nyírbogát lakossága, mind a környező településekről ide látogató vendégek számára. A mai napon is egy mindenki számára programot kínáló, lehetőséget kínáló napot ajánlunk az ide látogatóknak. Az önkormányzat a kulturális és az ingyenes egészségügyi szűrőprogramok mellett sztárfellépőkről is gondoskodott. A gyerekek és a helyi nyugdíjasok műsor után koncertekkel várták a látogatókat, akik bogrács gulyást és kemencében sült kenyérlángost is kóstolhattak. Nagyon sokszínű a műsorkavalkádunk, igyekszünk úgy összeállítani az igényeket, kielégíteni, hogy a gyerekműsortól megkezdve a korosztályoknak megfelelően kulturális programokat szervezünk, de úgy gondolom, hogy itt a nyírbogátiaknak sok olyan család van, akik nem tehetik meg, hogy ilyen élő koncertekre is eljuthassanak, és ezért igyekszünk olyan fellépőket és sztárvendégeket is idehívni, hogy nem kell fizetni belépőt, és mégis találkozhatnak ezekkel a sztárvendégekkel. A térség országgyűlési képviselője a rendezvényen arról beszélt, hogy a beruházási munkálatok miatt idén a korábbi évektől eltérően csak egy helyszínen zajlottak az események. Gondunk van a területtel, mert hogy hála Istennek az itt iskola udvaron, ami egy fél hektáros terület, épül a tornacsarnokunk. Ez a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra pályázat kötelékében épül, és már a falak állnak. Ilyen formán az iskola udvara az nem jöhetett szóba. És a településen épül most a körforgalmunk a 471-es főútvonal felújításának kapcsán. Ez is egy régi álom volt a bogátiaknak. Hála Istennek ez is beteljesült, de viszont ez forgalmi akadályt jelent. Ilyen formán két helyszínt is le kellett mondanunk, és így beszorultunk a községháza mögötti területre. A Hooligans együttes élő koncertje előtt a település vezetése, valamint Baracsi Endre, a megyei közgyűlés alelnöke elismerő okleveleket, díjakat és kitüntetéseket adott át a Nyírbogáton kiemelkedő munkát végző lakosoknak.